A Tolna megyében élő magyar népcsoportok közül három olyan kisebb mikrotájegységnek a viseleteivel ismerkedünk a következőkben, ami jellemző a Dél-Dunántúlon és a Dunamentén. A nagyon díszes sárközi ruhákkal kezdjük a sort. Gazdagon termő földjeiből ö, jó, jó, létet tudtak létrehozni maguknak, és ezáltal ezt a viseletükben, főleg az ünnepi viseletükben próbálták meg így megmutatni a, a külvilág felé is. A legdíszesebb viseletük az a brokátselyem volt. Különböző brokátselyem anyagokból varták a viseleteiket, amelyeket csipkékkel, flitterekkel, illetve különböző hímzett szalagokkal díszítettek, ami most ezen a ruhán nem látható. Illetve a brokátselyem mellett még kázsmér, színes virágos kázsmér anyagokat használtak, és ehhez választották a hozzáillő blúzt, ami a kázsmér esetében legtöbbször pamutból készült, és ilyen bugyosújú, bő bőaljú felső rész volt. Illetve ami itt látható, az pedig szintén sejemből készült. Ez egy egyszerűbb szabású röpike, ők ezt röpikének hívták, és tulajdonképpen ez alkotta így nálunk magát a ruházatot. Ehhez húztak a Nyakukra ö, gyönyörű, szép ö, nyakékeket, illetve ö, a fejükre is ö, a legkülönbözőbb formában ö, tettek fejlészeket. Ez ugye függött a korosztálytól is, illetve az alkalomtól is, ö, illetve ezekben a sárközi falvakban a vallás is, a református és a katolikus vallás is ö, megkülönböztette azt, hogy ők ö, mit viseltek. A következő viselet, amit ö, meg szeretnénk mutatni, az igazán a helyinek számít itt Tamásiban, illetve nagykonnyiban, ahol most is vagyunk. A koppánymenti viseltről van szó, az kapos koppánymente, itt szokták emlegetni a néprajzban, mint tudományban. Ezek a viseletek is díszesnek mondhatók, de nem annyira, mint a, a sárközi. Ők inkább ilyen egyszerűbb csipkékkel, illetve gombokkal díszítették a ruhát. Ez is nagy szoknyás viseletnek számít, tehát látszik, hogy bő, legalább négy-öt alsó szoknya van alatt, a keményített alsó szoknya. Több verzióban is hordták ezt a viseletet. Ez, amit itt láthatunk, ez egy brokácsajából készült öltözet, és nagyon fontosnak tartották, hogy harmonizáljon a szoknya, illetve a blúz egymással, és amit itt látható, az sikeresen egy anyagból készült el, ez volt mondhatni a leg szebb viseletük. A kopánymenti viseletnek egyébként egyik védjegye a masni, ami az itt látható ruhának is a nyak, illetve ilyen melkas részénél található. Ezt hátra, az ink hátuljára is szokták díszítésnek, illetve még a, a csukló környékére is felszokták varni. Igazából ezt senki nem tudja miért, de egy nagyon aranyos díszítése szerintem a, a női viseletnek. A fiatal lányok hajviselete különbözött az asszonyokétól, nyilvánvalóan, mint ez minden tájegységen. Volt olyan verzió, hogy konyba, először is felfonták a hajukat, és konyba tekerték, és köré pedig ilyen gyöngyös, díszes, fehér, általában ilyen natúrszínű csatokat tűzdeltek, minél többet, és egyre többet. Vagy pedig a másik verzió volt, hogy csak simán leengedve befonták, egy vagy kettő fonatba, úgynevezett egy vagy két cicába. A koppány menti menyecskeviseletnek az éke volt a ruhán felül, a fejviselet, amit pillének neveztek. Ez egy ilyen kemény kartonpapírból kézzel összevart lepke vagy pillangó alakú kis konyra való. Pillangóról kapta a nevét a két szárnya miatt, ennek is többféle változata létezett, vagy hímezték, vagy festették, illetve a későbbi időkben már úgynevezett cintányoros pillét is készítettek, amit flitterrel díszítettek, illetve volt az a verzió is, amikor általában ilyen kasmír színes, virágos fejkendőkből vonták be ezt a kartonpapírt, és az maga adta mintáját. Ennek a felhelyezése az több időt is igénybe vehetett. Ugye elkészült maga a konj és annak a tetejére került rá illesztésre. Alá került, ami nagyon fontos, hogy ezt a fejrészt eltakarja, a fejcsipke ez is legtöbb esetben harmonizálta a pillével, illetve magával, a ruhával. Ezt a fejcsipkét ezt csatokkal rögzítették, illetve egy madzaggal húzták szorosra, így a konyh köré, és arra feltekerve kötötték meg. Ami itt látható alul, ez pedig egy ilyen szélesebb, ez is általában ilyen gyöngyös, mintás, szép kis csat volt. Ezt kupacsatnak nevezték. A kopánymenti női ünnepi viselet egy másik típusa volt a básony szoknyás viselet, aminek az volt az érdekessége, hogy ilyen kis minta, minta volt belenyomva a básony anyagba, különböző szőlős, leveles, virágos mintákkal. A szépségideál időről időre változott az évszázadok során. Amikor az általunk bemutatott ruhákat viselték, akkor egyfajta elvárás volt, hogy a szoknya jó pupos legyen fenéktájt. Ehhez persze segédeszközt vettek igénybe a lányok, asszonyok. A helyi szépségideál azt kívánta meg, hogy minél terevélyesebb és szélesebb legyen egy hölgynek a szoknyája. Ezt ezzel a két dologgal tudták elsősorban elérni. A pofánlival, ami tulajdonképpen egy farpárna, illetve a ráhelyezett farfodorral, ami szépen kitartotta a fenékrésznél az amúgy is jól kikeményített szoknyákat. Az eddigértől különbözött a Tolna megyébe betelepített bukovinai székelyek viselete. Egy egyszerűbb és kevesebb alsószoknyás viselet. Általában kasmír anyagból egy ilyen rakott virágos szoknyát vettek fölőre, alá pedig egy vastagabb alsó szoknyát. A szoknya fölé a szoknya anyagából készült kötény, ennek a szélét fehér csipkével is akár díszíthették, vékonyabb-vastagabb csipkével, amit éppen lehetett kapni. Illetve a kötőjének a végét is díszítették ugyanezzel a csipkével. A felső ruházatot mellénnyel fették el, alul egy vászomból készült húzott ujjú és himzetújú ing volt nekik, aminek a nyaka is ugyanezzel a hímzéssel volt díszítve. Ez lehetett kék, zöld, piros, mindenféle színű igazából, és e fölé vettek legtöbb esetben ilyen bordó színből, bársonyból készült mellényt, amit ilyen arany vagy fekete díszítéssel láttak el. A nyakukba a hölgyek szerettek gyöngysort rakni, ez általában ilyen natur, Színű volt a fehér különböző árnyalatai, kicsit szürkés, kicsit rózsaszínes, kicsit lilás, kinek amilyen volt. Ezt szalaggal kötötték meg, általában ilyen két-három Maximum négy soros ö, nyakláncokról volt szó, és ö, sok esetben díszítésként még ide a, az oldalára is, körülbelül ebbe a, a szögbe egy színes masnit is ö, kötöttek. Manapság egyre ritkábban találkozni eredeti régi népviselettel. Az idő múlásával ezek nagy része már tönkrement, vagy más célra elhasználták a ruhák anyagát a háztartásban. A hagyományőrző együtteseknek így rendkívül nehéz feladata van. Napjainkban az eredetihez hasonló anyagot sem egyszerű beszerezni.